Rendszeres nézőink tudják, szívesen számolunk be humanitárius kezdeményezésekről, akár közel, akár távol fekszik céljuk hazánktól. Most egy olyan segítő túrát mutatunk be, amely szinte csak a szomszédba indul. Hogy hová, azt a következő kis filmből tudhatják meg. Csángó magyar, csángó magyar, mivé lettél csángó? Románia kellős közepén Bákó megyében jó néhány tucat kilométerre a történelmi határtól él, ki tudja mennyi magyar. Illetve inkább csángó, így hívják magukat. Eredetük máig vitatott, egyesek szerint a magyarokkal tartó besenyők utódai, ezért is hívják egyes falvaikban őket pecsenyéseknek. Mások úgy vélik, a középkorban szakadtak el a magyarság többségétől, azóta is őrzik nyelvüket, amit mi magyarországi magyarok néha alig értünk. Igaz, gyakran már ők sem, mert az utóbbi évtizedekben, évszázadokban a román hatalom mindent megtett, hogy a szegény csángó falvak népe elrománosodjon. A legtöbben nem is magyarnak tartják magukat, hanem katolikusnak. Az ortodox tengerben ez maradt meg nekik. Vallási énekeik is magyarul voltak, de Róma bukaresti nyomásra nem enged. Akárhányszor kérték is, hogy anyanyelvükön szóljanak Istenhez, mindig csak román papokat küldtek. A mordvai csángók lélekszáma ennek ellenére a rendszerváltás óta minden egyes romániai népszámláláson nő. Most 62 ezeren vallották magukat a térségben magyarnak. Furcsának hathat ez, ha tudjuk, Erdélyben rohamosan csökken a magyarság lélekszáma, már a 1,5 milliót sem éri el. Úgy látszik, Csángában, ahogy ezt a vidéket hívják, máshogy mennek a dolgok. Itt sokan most merik először magyarnak vallani magukat. Egyre többen tesznek is azért, hogy a magyar kultúra ne tűnjön el teljesen Moldvából. Magyar órákat indítanak az iskolásoknak, egyelőre fakultatív jelleggel, népdaltánckököröket szerveznek. Bár vannak falvak, ahol már csak az öregek ismernek néhány magyar szót, egyre több kisdiák tanulja meg az anyanyelvét. De mindez mit sem változtat azon, hogy a csángó falvak nagy része továbbra is mély szegénységben él. Bákó megye az Európai Unió legszegényebb régiójához tartozik, a falvakban pedig ritkaság számba megy a betonút vagy a közmű. Munkaipar alig van, a szegénység pedig sokakat késztet elvándorlásra. Csángó magyar tálnávászi. A stúdióban pedig velünk van Ötvös György, a humanitárius túra szervezője. Na akkor nézzük, hova is mennek pontosan. Ez egy háromnapos túra lesz, ami május 5-én indul Szentendéről, és 5 állomása van, aminek a legvégén Csíkszeredában lesz a vége a túrának. Ez a túra érinteni fogja első lépésben Beletyújfalut, aztán egy Vite nevű kis települést Kolozsvár fölött, Gyergyószent Miklóst, aztán át a Gyilkostornál Békásszoros Módvába, majd egy Magyar Falu nevű legkeletibb csángó települést, ott fordul meg földrajzilag ez a túra, és visszaér a Gyimes völgyén a Csíkszeredába, és ott fog véget érni a harmadik nap estéje. Bár már mi is beszámoltunk sokszor humanitárius utakról, azért azt hiszem még mindig itthon szokják ezt a fogalmat, úgyhogy mondja el nekem, hogy ez akkor így még gyakorlati is lesz a dolog, hogy ez a túra miben lesz humanitárius. Ugye ezt a túrát a Magyar Falu Alapítvány szervezi, ennek a csángó település gyermekeinek megsegítésére alapult alapítvány, lassan 10 éves. Mi 10 éve viszünk és hozunk gyerekeket és viszünk segélyeket nem csak csángóföldre, tehát nem csak a csángókhoz, hanem határon túli árvaházaknak, nehéz sorsú gyerekeknek próbálunk segíteni. Onnan jött az ötlet, hogy túrát indítsunk, hogy mindig kétségük van az embereknek, hogyha adnak, az valóban odaér-e. Így most azt mondjuk, hogy jöjjenek velünk, nézzék meg. Biztos vagyok benne, hogy túl azon, hogy gyönyörű helyeken fog menni, hisz Erdély maga... Hát ahogy elmondta, végig sorolta, igen, szembenek kedve lenne indulni. Ugye, most gondoljon bele, hogy ezt bárki lejárhatja be a kocsiba, és vigyel, hogy a Békásszorosra, és átmegy a csángókhoz. De mi azt mondjuk, hogy megállunk árvaházakba, és odaadjuk az alapítványunk által gyűjtött anyagot, egy helyre játszóteret viszünk, iskolaszereket, tisztítószereket. Tehát ott lesznek a gyerekek öröménél, mikor ezt megkapják. Én azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen több, mint egy sima erdélyi kirándulás. Minden esetre az biztos, hogy másabb, mint azok a humanitárius utak, amiket eddig bemutattunk, elsősorban a fekete kontinensre irányultak. Gondolom, hogy másabb azért a szükségletekben is, amiket itt szeretnének kielégíteni. Igen, mi minden esetben megkérdeztük, 5 árvaházat érintünk most, vagy 5 olyan alapítványt érintünk, aki nehéz sorsú gyerekekkel foglalkozik, megkérdeztük, hogy miben tudunk segíteni.
egészen az alapélelmiszerektől, tehát a tartós élelmiszerektől, konzerv, liszt, cukortól, hát természetesen gyerekjátékok, papír, ceruza, de például a Dunabogdányi Ácsok egy komplett játszóteret, ilyen rönkökből épített játszóteret adnak, amit elviszünk ebbe a Vita nevű kis településre például, és ott fölállítjuk. Tehát olyan dolgokat is kapnak ezek az áruházak, amit a gyerekek nem érzékelnek, hisz nem kell megvenniük a lisztet a konyhán, de ezt ugye egy gyerekenek nem nagyon örül, és kapnak persze természetesen játékszereket is, és legyenek, aminek örülnek, ugye amikor az ember gyerekként karácsonyra az oknit kap, annak nem nagyon örül, de pedig az egy hasznos a családnak. Igen, de hát, aztán jön a hideg, és fölveszi akkor. Tehát próbáljuk úgy elosztani ezt a dolgot, hogy a gyerekek is örüljenek, és az áruház is gazdaságilag örüljön annak, hogy mi ott jártunk. Mekkora a szegénység? Nagyon nagy. Mindig azt mondjuk, hogy mi a nehéz sorsú gyerekekkel foglalkozunk. Ezek nagy része árva gyerek. De aki nem árva a csángoknál, 10-12 fős. Miért árva? Azért is kérdezem, mert szintén foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel, vagy akár az utcagyerek kérdéssel is a fekete kontinensre vonatkozóan, vagy akár Dél-Amerikára vonatkozóan, és azért ott azt lehet látni, hogy ez nem a szószoros értelmében árva, tehát lehet, hogy élnek a szüleid, de a munkanélküliség miatt egyszerűen nem tudják eltartani a gyerekeiket, és erre kényszerülnek, hogy hát rosszabb helyen ugye az utcára küldik, vagy van, ahol legalább beadják. Különböznek, ugye minden egyes sors különbözik, de valóban, ahogy ön mondja, vannak tipikus dolgok. Ugye vannak az áruházba felnővő gyerek, akinek valóban nincsenek szülei, vagy a szülei ott hagyták, a kórházba hagyták. Vannak olyan gyerekek, mi is ismerünk például egy kisfiút Bákóba, egy román kisfiú, akit a szülei ott hagytak a kórházba, a nagymama neveli, a nagymama elment és elhozta, de olyan szegénységbe élnek, hogy a kisfiúnak megvan mondva, hogy havonta mennyit össze kellett spórolni ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjanak, hogy gyógyszert tudjanak venni. Most az alapítvány most már 7. éve támogatja ezt a kisfiút, és azóta nem kell kódulnia, és úgy kicsit jobban van. De én azt gondolom, hogy olyan szintű szegénység van a csángóknál, és az, hogy majdnem mindegy, hogy árvaházban van a gyerek, vagy nem, hisz egy 10-12 fős gyerekek, 10-12 gyerekből álló család, plusz a két szülő, ott valóban csak arra telik, hogy éppen nem halnak éhen sokszor. Tehát, hogy az étkezés, hogy egy ruhája van mindegyiknek. Most ilyen helyre, például a Magyar faluba, mikor először ott jártam közel 10 éve, a gyerekek az egyetlen szórakozás volt, hogy a kocsma előtt ültek a porba. Most ezen próbáltunk mi segíteni, hogy iskolát építettünk, komputereket vittünk, kicsit próbáltuk egy kicsit és túllépni azon a problémán, hogy magyar meg román, itt gyerek van, tehát majdnem mindegy, hogy most mi a román, ugye román állami oktatás van ugye ezbe a faluba, engem ez nagyon nem érdekel, tehát mi a román állami iskolába szereltünk fel egy komputerekkel rendeztünk be egy termet, hogy a gyerekeknek legyen internet hozzáférésük, és egy kicsit próbáltuk föllendíteni ezt a dolgot. Hogyan lehet jelentkezni, kiknek lehet jelentkezni? Bárki jelentkezhet. Ez nincs korhatár, nincs korhatár, nincs nevezési díj, tehát ez nem egy rally, vagy nem tudom, hogy kell mondani, tehát nem egy ilyen pénzdíjas dolog. A www.csangotura.hu vagy csangotura.hu weblapon mindent lehet erről el lehet olvasni, illetve ott lehet jelentkezni erre a tudára családoknak. Szép utak, és még segítenek is. Hát reméljük. Kellenél jobb hangzerű. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.